Az előadás címe is mutatja, hogy visszatekintünk időben és kitekintünk térben, de valójában hozzánk nagyon közel álló kérdésekről fogunk hallani a mai előadáson. Köszönjük, kedves előadókat! Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Igen, én már 2000 óta képviselem hivatalosan Magyarországot, hazánkat Mongóliában, és hát szerénykedek, de mondhatom, hogy nagyon sok azóta nagyon megszerettek bennünket a mongolok, nagyon sok érdekességet megtudtak tőlük, ugye, amennyire tudjuk, támogatjuk ugye a két oldalú együttműködéseket, többek között ugye a népszokás, vagy jövő népszokáskutatás, az a következő nagy programunk lesz. Mongóliában ez ugyanis még egy ismeretlen kutatási ág, úgyhogy érdemes ebben majd bekapcsolódnunk. Csak néhány szó, hogy hogyan is kerültem én oda. Igen, jó. Tehát, hogy hogyan kerültem Mongóliába. Hát engem mindig is érdekelt a történelem, ugye olvastam a régi magyar mondákat, és akkor valahogy úgy megfogalmazódott bennem, hogy jaj, milyen jó lenne, hogyha egyszer eljutnék oda a Kalahár-telekre, ahonnan az őseink jöttek. És akkor az egyetemen lehetett külön nyelveket tanulni, a történelem szak mellett, és akkor először én törökül akartam tanulni, de az nem indult abba az évbe, és akkor a mongolnál maradtam. Egyébként úgy volt egy anyanyelvi lektorunk, aki elkezdett, hogy elmondta a mongolját, bemutatta az anyanyelvét, és akkor valahogy így megfogalmazott, hogy úristen, mondom, valaha megtanulom én ezt a nyelvet. De amikor kimentem, és ugye mindenki nagyon kedvesen fogadott, akkor rájöttem, hogy hát itt jól érzem magam, otthon érzem magam, és így a tanulás is egyszerűen ment. Illetve hát ugye nagyon jó tanáraim voltak az egyetemen, amikor én tanultam, úgyhogy így azt mondhatnám, hogy rámutatott a nyelv. És akkor ott végeztem meg a doktori disszertációmat, és igazából az egyik professzorom biztatott, hogy foglalkozzak ezzel a témával, hiszen ugye, amikor kérdezgette, hogy náluk milyen szokások vannak, akkor rájött, hogy az náluk is megvan. Úgyhogy valahogy így kezdődött ez a történet, és hát ugye azért fontos Mongólia, itt a sztyeppei vagy nomád birodalmak kutatásában, ugye ez a legkeletebbi térség, tehát innen indultak el azok a nomád népek, akik akár eljutottak a Kárpát-medencéig, vagy azon túl. És ami még érdekes, hogy ők ugye nagyon sokáig megőrizték a régi hitüket, régi szokásaikat, ugye például ott a buddhizmus az a 17. században terjedt el, tehát nagyon sokáig megmaradt ez a régi tátos vagy sámán hit. Ezért ugye nagyon sok, tehát bizonyos területeken mondhatnám, hogy nagyon archaikus hagyományokat találhatunk, még mind a mai napig. Tehát ezért ez egy nagyon-nagyon jó téma, ugye, meg jó kutatási terem, ellenben mondjuk Közép-Ázsiában, ahol rengeteg hódító volt már ugye a késő ókortól kezdve, tehát ott azért ott is maradtak meg érdekes hagyományok, de valahogy Mongólia ilyen szempontból is sokkal tisztább, illetve ugye a mongol írott hagyomány, írott krónikák, azok is nagyon elevenen, tehát én azt mondom, hogy a nagyon őszintén, realista módon írták meg az uralkodóik történetét, tehát nem úgy írták le, mint mondjuk néhány római császárét, vagy középkori uralkodóit, hogy csak a jót írják le róla, az, hogy milyen tökéletes, hanem leírták a Csingiszkán gyengeségeit,
Tehát az, hogy hibázott, félt, nem tudott dönteni, helyette a felesége vagy az anyja döntött, tehát ők ezt nem szégyelték, tehát hogy ugyanúgy megörökítették az utókor számára ezeket a szokásokat, majd ezekről fogok beszélni. De amit ha valakit érdekel a téma, akkor ajánlom a mongolok titkos történetét, ez magyarul is elérhető, akár az interneten is. Ez a 13. században íródott, és hát a csodálatos, a csoda az, hogy megmaradt, kínaira átértek kínai írásjegyekkel, tehát mongolul, és egy tolmács iskolát használta, így maradt fenn nagyon sokáig, de aztán később persze mongol krónikák is születtek, tehát megpróbálták ők is ugye az idő folyásával összefoglalni azokat a történéseket, amik fontosak voltak számukra, úgyhogy több krónikájuk is maradt. Tehát ezekből nagyon-nagyon sok értékes információt tudunk nyerni. És ami még szerintem nagyon fontos, hogy itt olyan ősi hagyományok maradtak meg, amiket mondjuk itt teljességében, tehát egész komplexitásában tudunk tanulmányozni. És vannak olyan motívumok, mondjuk a magyar krónikában, akár Anonymus, ezt a Hungarorumában, vagy a képes krónikában, amit ugye leírtak nálunk a tudós papok, valamit hallottak, valami hagyomány, de már nem tudták, hogy ez miért fontos, tudták, hogy valamiért ezt meg kell örökíteni, de már elfelejtődött ennek a szokása, hogy ez miért is volt olyan fontos. Úgyhogy majd ezekről is beszélek néhány szó. Tehát igazából ebben a mongolok titkos történetében ugye megvan az emberi életnek is a szokás, a hagyománya, egészen a születéstől a halálig. Erről mondanék néhány szót. Például ugye leírták azt, hogy hogyan született Csingisz Kán. Tehát de azt írják, hogy amikor Csingisz Kán megszületett, akkor egy ilyen körülbelül egy bokacsony, hát egy ilyen ekkora vérrögöt szorongatott a kezébe, és ez azt jelentette, hogy valami nagy uralkodó lesz belőle. Később a csingiszidáknál azt írják le, hogy például valaki megszületett, és akkor szivárvány húzódott az égen, hogy ez egy különleges égi jelenség volt, hogy ez például ez is egy különleges jel volt. Tehát ők az ilyen jelekből próbáltak következtetni a gyerek jövőjére. Ez ugye máshol is megvan ez a hagyomány, hogy megpróbálják megjósolni, hogy mi lesz a gyerekből, hát itt a mongoloknál ez volt, és utána, amikor megszületett, akkor mint nálunk is, hát egy keresztelő van, vagy radinát tartanak, vagy sök, így mondják, tehát ugye a gyereket ugye beavatják, vagy beveszik a családba, tehát a mongoloknál is volt egy ilyen szokás, amikor ugye megmosták, és ugye nevet adtak neki, és akkor végül is az apa is befogadta a családba, ez is nagyon fontos. Ez azért is, mert hogyha ugye apai jogú társadalomról beszélünk, tehát az apai leszármazás volt a meghatározó, és hogyha az apja nem, hogy apa nem ismerte el a gyereket, hogy az az övé, akkor ugye vagy elszavarták, vagy meg kellett ölni. Hát ez ugye szintén visszaköszön Dzsingisz Kán életében, ugyanis amikor ugye nagy harcok voltak a törzsek között, akkor Dzsingisz Kánnak is elrabolták a feleségét, és akkor, amikor már visszatért, ugye akkor már várandós volt, és nem tudták, hogy ki érhet a gyerek, tehát nem volt DNS vizsgálat, és Dzsingisz Kán elismerte, hogy az az ő fia. Viszont azért annyit tett, hogy a jó legmesszebbre elküldte nyugatra, hogy hódítsa meg a nyugati népeket azért, hogy ne zavarjon be a trón öröklésbe. Tehát, mert ebből ugye nagy vita volt a családon belül később, hogy ő az a legidősebb fiú, az biztos, hogy nem lehet nagykán, mert képes volt a származása. Hogy
Tehát ilyen, tehát ezek nagyon fontosak voltak, hogy tiszta legyen a gyerek származása. Ugye a mongolok 7 vagy 9 iziglen tudják azt, hogy ki honnan származik. Ugye ez azért fontos, mint ahogy véletlenül rokonok házasodjanak, ők ugyanis nem engedélyezik, hogy unokatestvér mások unokatestvér házasodjon, és ugye ők ezt úgy próbálták megakadályozni, hogy nagyon messziről hoztak feleséget maguknak. Tehát, hogy Csingisztán szülei Észak-Mongóliába ültek, és majd lementek a Góbiba, mondjuk egy 5-600 kilométerre, és akkor onnan választottak feleséget. És akkor ezzel próbálták elkerülni azt, hogy nem valami vérfertőzés legyen a családban. Volt még egy olyan szokás is, hogy abból a nemzetség vagy törzsből választottak mennyasszonyt, ahonnan az anyja is származott. És volt egy olyan törzs, akkori Mongólia területén, az Olkonutok, vagy Ongirátok, akik arról voltak híresek, hogy nagyon szép lányaik voltak, és ezeket már az uralkodásra nevelték, hogy majd, hogyha valami nemes, vagy egy főúr, vagy egy kán megkéri a kezüket, akkor úgy tudjanak viselkedni, mint egy hegedelem asszony. És hát ugye Zsingiszkánt is helyre vitték el az apja, amikor 9 éves volt, mert akkor már ugye viszonylag korán kinézték a feleséget. Volt egy olyan érdekes szokás is, hogy ott hagyták a fiút, hogy olyan címmel, hogy meg leszolgálja a mennyasszony párát, ami ugye azt a célt szolgálta, hogy a fiatalok összeszokjanak. És hát el is ment az apja, és a képát akkor régebben Temüdzsinek hívták, Zsingiszkán. És érdekes módon, hogy mentek volna ahhoz a törzshöz, de ugye rájuk esteredett, betértek egy jurtába, és ott fogadta őket a ura, és akkor mondta, hogy maradjanak itt, és a fehér sólyom, amelyik a napot és a holdat a markában tartotta, vagy a karmában, és ebből tudtam, hogy te fogsz ide jönni. Ez ugye az hasonló, mint az emesek álma, csak ugye itt egy férfi álmodja meg. És ugye az az érdekes, hogy tényleg egy fehér sólyom volt a Zsingiszkánnak a totem állata, vagy jelképen. Én sólyom az nagyon-nagyon sok helyen előfordul, leget az tetteik népeknél. Egyébként ott a túl, vagy Torír nép is előfordult Mongóliában. Hát ez is egy érdekes, és a nap és a hold jelképek, az is egy nagyon ősi szimbólum. A régészek már rengeteg új előkelő sírból is megtalálták ezt a motívumot, tehát ez valamikor az ókorban keletkezhetett, az első nomád birodalmak idején, és egészen végigvonult a mongol birodalom koráig. Tehát ilyen szimbólumok, ilyen különleges események történtek, és akkor ugye bemutatta a lányt, hogy hát igaz, hogy egy évvel idősebb, mint a fiú, tehát nézzék meg, és akkor úgy menjenek tovább. Aztán ugye beszélgettek, aludtak, és akkor a másnap végülis Zsingiszkán apja, Iszügyei bátor, megkérte a lány kezét, és akkor ott hagyta Temüdzsint, a későbbi Zsingiszkánt, hogy maradjon ott, de a lelkére kötötte, hogy fél a kutyától Zsingiszkán, úgyhogy ne ijeszgessék a kutyákkal. Tehát úgy nézett ki, hogy akkor simán van a fiú jövője, meg a feleség jelölt, és az apja is ugye egy nagyon a mai Észak-Kelet-Mongóliának egy tekintélyes uralkodója volt. Igen ám, csak amikor hazafelé ment, akkor összetalálkozott egy ősi ellenséggel, a tatárokkal, akiket ugye mi azt hiszük, hogy ez a mongolok, mert ugye tatárjárásnak nevezzük a mongol inváziót, holott ők a mongolok legnagyobb ellenségei voltak,
és ugye megmérgezték az apát, és így a család visszahívta a fiút, hogy segítsen neki a mindennapokba, és elszegényedtek, tehát szegényen éltek hosszú ideig. Elrabolták a lovaikat, akkor azt elmentek, a fiúk visszaszerezték, akkor tehát nagyon-nagyon kalandos élete volt Temüzsinnek, a későbbi Csingiszkának. Ez úgy tűnik, hogy inkább megedzette őt, tehát hogy nem vette kedvét annak, hogy a további ilyenban majd irodalom szervező legyen. És akkor rendeződött az életet, amikor ugye az após jelölt úgy döntött, hogy a lányt mégis adja neki. És akkor hát nem csak a lányt kapta meg, hanem egy nagyon gazdag hozományt, és ebből már ugye volt arra kapacitás, hogy megpróbálja az elveszett törzseket, akik elpártoltak tőlük, azokat visszaszerezni. Tehát akkor már egy tehetős fiatal ember volt, és akkor rabolták el a feleségét. Igen, mondhatnánk azt is, hogy ez a nagy birodalom ezzel kezdődött, hogy egy asszony miatt elrabolták, és vissza kellett szerezni, hiszen ez egy nagy érték is volt, ugye itt a feleség, neki köszönhette a jólétét, illetve ugye hát azért mégis milyen szégyen, hogy elrabolják az asszony, és akkor elment a következő érdekesség, kiderült, hogy azért tud kihez fordulni, vannak szövetségesei, valószínűleg ezeket az információkat az édesanyja mondta meg, hogy az apja kivel volt szövetségben, és ekkor kiderült, hogy a mongoloknál is van egy olyan szokás, mint nálunk a vérszerződés. És elment az apja barátjához, akivel régebben vérszerződést kötött, és akkor tőle kérte, hogy segítsen neki visszaszerezni a feleségét. És mivel ennek a Toril vagy Turultánnak segített Csingiszkán apja, amikor elűzték a trónról, ezért ő mondta, hogy ő visszaadja ezt a szívességet, és így lett az, hogy nem csak az asszony kapta vissza, hanem visszakapta a népét is, és ekkor összehívtak egy országgyűlés, és megválasztották Temüzsint fejedelemnek, és ekkor vette fel egyébként a Csingiszkán neve. Tehát ez egy méltóság név a Csingiszkán, azt jelenti, hogy tenger népet egyesítő kán, tehát ez a tengiz, tingiz, tenger, csingiz, hát ezek mind ugyanaz a szó. Tehát hatalmas nagy ez az eredeti jelentése, mint a tengernek is, ugye, és ekkor már úgy gondolta, hogy ha már eddig eljutott, akkor megpróbálja egyesíteni a többi népet is. És ők ezt így mondták, hogy a juhtafalú népeket akarják egyesíteni, és ez a országgyűlés is nagyon érdekes volt, mert ugye megválasztották végül is Temüzsint vagy Csingiszkán, tehát választással emeltek maguk felé uralkodó, tehát nem volt örökletes királyság, tehát ez egy nagyon demokratikus tehát azt mondhatnánk, hogy a demokrácia csírái, azok meg voltak a mongolok életében, és hát ők mindent megbeszéltek. Egyébként ez mai napig is jellemző a mongolokra, hogy mindent nagyon szeretnek megtanácskozni. Még emlékszem rá, hogy volt egy koreai ismerősöm, aki egy telekommunikációs cégnél volt, tehát egy a mongol-koreai közös cég volt, és mondta, hogy hát képzeljem el, hogy egyik délután azzal telik, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, mindenki meghallgatnak, és hogy hát ha valakinek olyan ötlete van, amit majd később a cég majd megfogad, és akkor ezt beépítik a üzleti tevékenység körét. Tehát, hogy ez mindig benne van a mongolokban, hogy nagyon szeretnek tanácskozni, megvitatni kérdéseket, nem akarnak sokszor egyedül dönteni. Úgyhogy ez így történt, és ezek után ugye elkezdték egyesíteni a különböző törzseket.
nagyon szépen leírja a krónika, hogy ugye voltak, akik csatlakoztak hozzá, tehát hogy voltak, akik szövetséget kötöttek Dzsingiszkánnal, ugye sokszor ez a szövetség, vagy ez vérszerződés révén következett be. És akkor voltak olyanok, akik viszont ellenálltak, vagy ellenségesek voltak, tehát akik le akarták győzni Dzsingiszkánt, és akkor velük ugye több csatája is volt. Egyébként a mongol titkos történetében is van írva az, hogy amikor úgy érezte Dzsingiszkánt, hogy nem tudna győzni, akkor inkább elvonult, visszavonult, meg hátrált, tehát ő ezt nem érezte presztízsveszteségnek, tehát nagyon okosan gondolkozott szerintem, hogy az emberei életét kímélte, nem bocsátkozott kétes kimenetelmű ütközetekben. Mi az volt a szerencséje, meg a mi szerencsétlenségünk, hogy volt egy kiváló hadvezére, Szübetej, ugye, aki itt volt Batukának a hadvezére 1241-ben, és ő volt talán az akkori világ legkiválóbb hadvezére, egyetlen egy csatát nem vesztett el, és ő segítette győzelembe Dzsingiszkánt. Azonban a mi szerencsétlenségünkre, mert ha nincs itt, akkor biztos, hogy Batukán visszavonul, legalábbis volt egy ilyen a kínai iránsi krónikában, hogy már Batum vissza akart vonulni, de szükötelmet, hogy nem adják fel. És hát ugye megtalálta a módját, mint a nomádok, ugye, nekik, ugye ők a természetbe élnek, minden kifürkésznek, hogy természetben hol lehet támadni, hol van az ellenség gyenge pontja, ezeket nagyon jól kimutatják, és akkor ugye győzelmet tudnak aratni. Egyébként Dzsingiszkánnak volt egy másik ilyen vértestvére, ő viszont elfordult Dzsingiszkántól, mert ő is uralkodó akart lenni. És ellene, hát érdekes volt az egész kapcsolat, mert hol támogatta őt, hol ellenségeskedett, tehát olyan nagyon kétséges volt, hogy egyáltalán mit is akar ő. Tehát megválasztotta magát ő is uralkodónak, érdekes módon ő is ugye vérszerződést kötötte, fehér lovat áldoztak ennek tiszteletére, de aztán Dzsingiszkán végül is őt is legyőzte, és hogy ugye megkegyelmezzen, meg nem akarta úgy megölni, hogy kifolyjon a vére, mert ez egy következő szokás, hogyha valakinek folyatják a vérét, az vérbosszút szülhet, és akkor lehet, hogy utána azokat, hát mondjuk neki nem voltak, vagy nem tudunk utódokról, de elképzelhető, hogy a rokonság utána még évtizedeken keresztül ellenségeskedik Dzsingiszkánnak az utódaival, és akkor úgy ölte meg, hogy ne folyjon a vére. Tehát ez egy kegyes halál volt, hát ugye erről is van rengeteg leírás, vagy megfojtották, akkor volt olyan, hogy valakinek eltörték a gerincét, volt olyan, hogy becsavarták egy ilyen nemesszőnyekbe, és akkor úgy ölték meg, tehát voltak változatos módszerek, de hát azt hiszem, hogy ez a világon mindenhol voltak különleges halálnemek. És egyébként ez a szigorúság, az, hogy aki elárulja a barátját, elárulja a társát, az mindig büntetést érdemelt. Tehát különösen Dzsingiszkánnál volt ez nagyon erősen jelen. Többször van a mongolok titkos történetében az, hogy de aki az ellenségből oda megy, hogy ő most már ő Dzsingiszkánt akarja szolgálni, nem a saját uralkodóját, akkor ezeket mind megbüntette. Mert azt mondta, hogy aki elárulja a törvényes állját, az őt is el fogja árulni. De aki végig kitartott a saját uralkodója mellett, és úgy került a fogságba, azt nem bántotta. Kivéve a tatárokat, mert ugye itt megölték az apját, na őket viszont nagyon kegyetlen módon kintézték el. Ugye azt mondják, hogy tengelyszökhöz
vitték őket, az azt jelentette, hogy voltak ilyen nagyon magas kerekű kocsik, amivel közlekedtek, és oda állították a gyerekeket, vagy a fiatalokat, hogy aki azon túl van, azokat a fiúkat, azokat kivégezték, a lányokat leváltották, azokat szolgálónak, vagy ágyasnak szétosztották egymás között, illetve a gyerekeket nem áldották. Sőt, voltak olyanok, akik találtak mondjuk egy hadjárat, vagy egy portja során csecsemőket, azokat összeszedték, és akkor a Csingiszkán anyja nevelte őket, hat ilyen gyerek volt, és ezeket később Csingiszkán megjutalmazta, tehát például a főbíró, a később a mongol birodalom főbírója is egy ilyen árva gyerek volt. Tehát ugye nagyon érdekesek ezek, hogy egyszerűen kegyetlenség is van, a humanitárius megoldás is, tehát lehet látni azt, hogy azért van egy rendszer, de ugye arra törekedtek, hogy az ellenség közül ne legyen olyan, aki ellenük támad, vagy hogy utána az ellenállást meg tudja szervezni. Tehát, hogyha a tatárok közül lett volna olyan, aki túléli, egy fejedelmi személy, akkor ugye az bármikor ellenállást szíthatott volna, vagy felfelést robbanthatott volna ki. Ezért volt az egyébként, hogy mindig megpróbálták az ellenségnek az előkelőit, az uralkodónak a fiait, azokat mind megölni. Egyébként ezért volt az, amikor Batukán bejön Magyarországra, ezért akar járkapni negyedik Bélát, hogy ha őt sikerült volna megölni, akkor ugye nem lett volna az, aki ellenállást tud szítani. Hát ezért volt ez, hogy mindenkit üldöztek, és hát ugye az elmúlt néhány vagy másfél évszázadban is ugye nagyon sok rosszat mondtak negyedik Béláról is, hogy milyen szerencsétlen volt, meg milyen rossz volt a politikája. Hát én szerintem az volt egyik legnagyobb tette, hogy életben maradt. Mert ő volt, aki üldözte, egyedül ő maradt életben. Tehát ugye akkor azért keletről megtámadták Közép-Ázsiát, a Kaukázus, az orosz fejedelemségeket, hogy mindenkit elkaptak és kivégeztek. Hát egyedül negyedik Béla menekült meg, tehát ez is szerintem egy nagy kuriózum. Tehát mindenképpen szerintem ez is egy pozitívum számunkra. Úgyhogy, és volt még egy érdekes történet szerintem, amit mindenképpen el kell mondani. Ugye az uralkodó akaratát nem, tehát akaratának senki nem szegülhet ellen, még a fő sámán sem. Hát volt egy olyan történet, hogy ugye kinevezték, hogy Tengri, ez egy ilyen méltóság név volt, valószínűleg ő volt az a fő sámán vagy fő táltos, aki felügyelt az állami szertartásokat, ugyanis nekik is ugye évszakonként volt valamiféle olyan szertartás, amit az ősök tiszteletére csináltak, vagy éppen valamelyik szellem, vagy éppen valami ünnepséget tartottak, és akkor ugye a sámának felügyelték ezeket, kiszámították, hogy melyik a szerencsés, mikor kell ezeket tartani, melyik az alkalmas helyszín, ezeket mind ők jelölték ki. Igen ám, csak hogy ez a fő sámán rájött arra, hogy milyen jó lenne, hogyha venni a hatalmat, és ő lenne az uralkodó, nem Csingiszkán. És akkor elkezdte bántalmazni, vette a Csingiszkán testvéreit, illetve ugye megpróbálta befeketíteni őket Csingiszkán előtt. És már ott tartottak, hogy az egyiket elkapta, és ugye levették az övét, levették a süvegét, Csingiszkán öcséről van szó, Kaszarról, a legfűségesebb támogatójáról, és ugye ezek, hogyha valakinek elveszik az övét, leverik a süvegét, ez volt a legnagyobb tiszteletlenség, ez azt jelentette, hogy megfosztották a hatalmától. Ugye, mert övet is, a szórhatott süveget is, aki szabad ember volt.
És érdekes, hogy akkor az asszonyok megoldották a problémát, mert éppen ment be az egy zsinisztának a testvére reggel a jurtájukba, akkor még éppen aludtak a feleségében, és akkor elkezdett panaszkodni, mi történt vele, és úgy látszik, az asszony, a feleség már tudta, hogy kell megoldani a problémát, nem várta meg, még Zsingiszkán megszólalt, hanem ő elkezdte mondani, hogy na most már elég volt, hogy mit csinált ez a fülsámán, itt az ideje, hogy megbüntessék. És akkor érdekes módon már Zsingiszkán nem mert semmit mondani, hanem lehet, hogy ez egy ilyen taktika is volt, hogy hagyd mondja az asszony, ő meg csak inkább helyesen. Minden esetre az volt a szerencse, hogy hallgatott az asszonyra, és akkor behívatta a testvéreit, kitaláltak egy tervet arra vonatkozóan, hogy akkor hogy fogják ezt a kérdést megoldani. És Zsingiszkán egyik testvére, ugye ez a kaszar, ő kiváló íjász volt, a másik teljesen kiváló birkózó. Ezek a nemzeti sportok egyébként ma is Mongóliában, az íjászat, a birkózás, meg a lovaglás. És akkor kitalálták, hogy ez a belgyüte, ez a testvér, kihívja a fősámánt birkózómeccsre, és el fogja törni a derekát. Na, és így megszabadultak a fősámántól, és a többiek, ugye, akik a testvérei voltak, azok pedig ugye elmenekültek, és akkor így végül is Zsingiszkán megtartotta a pozícióját, de szerintem ebből is lehet látni, hogy itt nem voltak ilyen örökletes rangok, tehát aki egyszer eljátszott a becsületét, az megkapta a büntetését, és nagyon szigorúan. Hát egyébként a mongol törvénykönyvben is nagyon sok tétel, tehát hogy árulást, ugye azokat halállal büntették, illetve hát ugye meg kell nézni a nomád népeket, ugye nem tarthattak sok embert börtönbe, hiszen a vándorláskor mit csináljanak velük, ezért ők úgy döntötték, hogy gyorsan ítélni kell az ügyükbe, gyorsan kiszabták a büntetést. És hát ugye vagy elvették a szabadságát, szolgasorba juttatták, vagy állat, tehát hogy megbüntették, hogy valamennyi állatot be kell szolgáltatni, hát a legsúlyosabb pedig az volt, hogy halállal rakolt. Voltak viszont olyan kiváltságosok, akik valami nagy tettet hajtottak végre, megmentették Zsingiszkán életét, a birodalom egyesítésében fontos szerepet játszottak. Ők viszont kaptak egy olyan kiváltságot, amit kevesen kaphattak meg, ez az volt, hogy első 9 bűnüket azt megbocsátották. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ez ilyen nagy kegy volt, tehát ezzel pedig azokat jutalmazta Zsingiszkán, akik hűségesek voltak hozzá. Tehát meg volt mind a két véglet, tehát volt a büntetés, a jutalmazás, és aki együtt fáradozott vele, egyébként azok magas rangot kaptak, tehát ugye a közigazgatás vezetővé tette őket. Tehát mindenki azért megkapta a jutalmat is tőlük. Érdekes, hogy még milyen, tehát hogy próbálta azért kikényszeríteni, hogy jó, persze hűségesek, de azért fogjuk őket valamivel, hogy nehogy véletlenül valaki ellenszegüljön. Erre kitalálta, hogy honnan a sárga folyó nagy kanyarulata, ez majd a Kínában van, úgy hívják, hogy Ordosz. És oda összegyűjtötte ezeknek az ezredeseknek, közigazgatási vezetőknek a fiait. Ez azért volt, hogy túlszuk voltak, és aki ugye, nem úgy viselkedett, mint ahogy kellett volna, meg volt az a veszély, hogy kivégeztetik a gyerekét. Igen, ám, hát ez nem csak Zsingiszkánnál volt meg, nem tudom mennyire ismerős, Anonymus kezdte a Hungaroringba, mikor Árpád fejedelem a Csepel-szigetre szervez hasonlót. Tehát ez egy nagyon ősi jogszokás volt, hogy
túszokkal próbálták ugye kordában tartani a különböző közigazgatási vezetőket. Hát ezt ismerhetjük egyébként már az ázsiai hunok esetében, de szerintem majdnem minden népnél. Egyébként ez nem csak nomád szokás, ez egy bevett szokás volt az a más népeknél is, hogy szerettek ugye túszt szedni, ha bár amikor mondjuk itt volt már az Európai Hunbirodalom, akkor a rómaiak adtak túszt, ugye elterjedt az a nézet, hogy Attila elment Rómába vagy Ravennába túszul, hát ez erre semmi bizonyíték nincs, mert nem az erősebb adja a túszt, hanem a gyengébb, azt viszont tudjuk, hogy a Római Birodalom Écius adta túszul, aki viszont jól megtanulta a hun szokásokat, szövetségest szerzett, tehát ő nagyon jól kihasználta a helyzetét, és utána pedig ugye egy nagyon befolyásos hadvezér lett belőle. Tehát voltak jó történetek is, de volt sajnos olyan is, amikor megölték a húszokat, tehát nagyon sok esetben ezért előfordult. Ugye diplomáciai mentességet azt még akkor nem nagyon alkalmazták, ha bár ennek az egyik egy korai formája meg volt a mongoloknál is. Tehát ugye, hogy a követet azok különleges elbánásba részesültek. Kaptak is egy ilyen kis úgynevezett diplomáciai útlevelet, fémből, és ha azt felmutatták, akkor szabadon közlekedhettek a birodalomban. Sőt, ugye innen szállás, tehát meg volt határozva, hogy milyen magas rangban, milyen szolgáltatások jártak. Tehát ezt is nagyon-nagyon jól meg tudták szervezni, és ennek volt köszönhető, hogy nagyon gyorsan eljutottak a birodalom egyik végéből a másikba. Úgyhogy most hamarosan szünet lesz. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, majd beszélek még ezekről az áldozati szertartásokról, birkózás, íjászat, tehát ezeket majd fogjuk érinteni, és majd azt szeretném kérni, hogy akinek lesz kérdése, az a szünetbe tegye fel, mert nekem majd el kell szaladni a buszhoz, majd fél ötkor, úgyhogy most lesz arra idő, hogy akkor valami kérdésem van, akkor kérdezik. És akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Tehát akkor még néhány érdekességet tartogattam, ugye egy kicsit az életmódról is beszéljünk, nem csak a történelemről. Tehát ahogy mondtam, van a mongoloknak ez a három fő sportáguk. Ez úgy is hívják, hogy náluk ugye a mongol olimpia. Tehát ugye lóverseny, birkózás és íjászat. És ugye az a különlegesség, hogy például a birkózásban nincsenek súlycsoportok, tehát mindenkivel szembe kerülhet. A birkózó ruha az úgy néz ki, hogy mellé nyitott, tehát hogy hátul zárt, elől nyitott, hát hogy kizárják a nőket. Mert egyszer állítólag egy amazon, egy hős, egy erős nő mindenkit legyűlt. És ezért, hogy nehogy még egyszer ilyen szégyen érje a férfiakat, kitalálták, hogy így fogják ugye ezt a kérdést tisztázni. De hát ez is egy olyan történet, ugye nálunk is volt ez az öreg bankó lánya, aki ugye az apja helyett elment, és akkor felment Béla király udvarába, és akkor ő is mindenkit legyőzött, tehát ez a Nibelung énekben is megvan, ugye, tehát ezek az erős nő történetek, ezek nagyon sok helyen előfordulnak, a mongoloknál is volt ilyen, tehát a félelem az nem alaptalan szerintem. Akkor ugye, ami érdekes, ez a lóverseny, hogy itt egy elég hosszú távot kell megtenniük. Mostanában már gyerekekkel versenyeztetnek, mert könnyebbek, viszont ugye az elég nagy a baleset veszély, viszont egy jó 25-30 kilométert le kell lovagolniuk, de hát ugye a gyerekek vidéken mindig lovon nőnek fel, tehát lehet, hogy elég tudnak lovagolni, mint járni. Úgyhogy
ugye ezt még az ázsiai unoktól is leírja a kínai szerző, hogy ott tanítják őket, tehát már egészen gyerekkoruktól kezdve képzik őket, először birkán lovagolnak, és akkor utána mehetnek a lóra. És az íjászat pedig ugye ilyen mozgó célpontokra is történt, tehát azzal pedig gyakorolták a harciasságot. Illetve ugye minden évben rendeztek vadászatot, tehát ugye ezek a vadászatok nem csak azért voltak fontosak, hogy szórakozzanak, meg eltöltsék az időt, hanem ezzel begyakorolták a hadgyakorlatot. Tehát ez egy ilyen gyakorlat volt a katonáknak, és hát ennek is vannak nyomai azért a magyar hagyományban. Ugye van a Gesta Hungarorumban szintén egy olyan, hogy tarccal vitéz elő győzött a lóversenyen például, és akkor birtokot kapott. Akkor ugye van az, amikor Árpád fejedelem bevonul Attila király városába, és akkor is azt írják, hogy birkóznak, meg íjas-nyilas játékokat játszanak, tehát ezzel egyrészt kitoktatták az erejüket, meg be akarták mutatni az uralkodónak, hogy ők milyen kiválóak, és akkor persze ezeké jutalmat is kaptak, de tehát ez olyan volt, mint a középkorban is voltak ilyen lovagi tornák, ezt így kell elképzelni, ez alapnomád lovagi torna volt. Ugye, amit mondtam, ezek a különböző áldozati szertartások, ezek is már nagyon ősiek voltak, tehát a kínai krónikákban szintén már egészen az ázsiai hunokról is leírják, hogy áldoznak az égnek, a földnek, az isteneknek, az elhunyt ősöknek, de hát csak ennyit tudunk meg az országgyűlésből, mert ugye idegeneket nem engedtek be az országgyűlésbe, amit ott elhangoztak, az nem tartozott idegenekre. Sőt, a kongolok titkos történetében van is egy olyan rész, hogy amikor ugye arról tanácskoztak, hogy mit fognak csinálni a tatárokkal, és akkor az egyik tatár megkérdezte Dzsingisz Kán testvérét, ezt a belvűtejt, hogy és mit határoztatok rólunk, és akkor elmondta, hogy meg fogunk benneteket ölni, és ugye a tatárok felkészültek, és akkor ugye elbarikádozták magukat, ellenálltak, és ezért nagyon sokan megsebesültek a mongolok közül, és ezért őt örökre kitiltották az országgyűlésből. Hát ugye most is vannak titoktartási nyilatkozatok, hát valójában ilyenek történtek. Egyébként itt is ugye teljesen archaikus módon volt az, hogy elfogadta mindenki mondjuk a határozatot, akkor nem szavazni kellett, hát biztos, hogy készletkapás, hogy valahogy szavaztak, de ittak egy közösen egy áldomást, ez azt jelentette, hogy mindenki elfogadta azt, amit ott végén meg, tehát, hogy amit határozatot hoztak. És ez azért mondom fontos maga az országgyűlés, mert ez tényleg egy nagyon demokratikus elem volt szerintem a sztepei népek történetében, hogy az uralkodó nem dönthetett arról, hogy szabadon, hogy kinek üzenjen hadat, akkor kivel kössenek szövetséget, tehát ezekről a fontos dolgokról általában az országgyűlés döntött, illetve hogyha ugye az uralkodó nem jelölt ki utódot, akkor pedig erről is döntöttek, hogy ki legyen aztán az uralkodó. Erről ugye elég sok történet van, mert amikor meghal Öbödejtán 1241-ben, akkor utána nagyon sokáig nem választanak uralkodót, egészen 1246-ig. És akkor ugye egy ilyen, hát akkor az özvegy kánasszony, tehát töregene, ő uralkodik, ő a régens. De hát ebből meg az látszik, hogy azért a mongol nőknek nagyon meghatározó szerepe volt a mongol politikában. Tehát láttuk, hogy milyen erős volt Dzsingisz Kán felesége, hogy ő is beleszólt a politikában, de ők azért kellett, hogy mindenről tudjanak, hogy amikor a férfiak hadjáraton voltak, akkor az asszonyok voltak azok, akik otthon maradtak és irányították a gazdaságot.
Tehát ezért volt az, hogy az ország működőképes maradt. És őket is meg kellett tanítani ugye, a fegyverek használatára, hiszen meg kellett védeni magukat. És ez az egyenjogúság, ez nagyon hosszú ideig megmaradt. Igazából, mikor a buddhizmus bejött, akkor egy ideig próbálták ezt elnyomni, hogy az asszonyokat ilyen másodrangúnak tekinteni. És akkor a 19. század elején az egyik egyházfő, ő indított egy ilyen mozgalmat, hogy visszahozta a nők tiszteletét. És ezek után végül is visszaállt ez a természetes egyensúly, illetve ugye magában a csaszakban, a mongol törvénykönyvben, ami ugye nem maradt meg egy az egyben, de a különböző külföldi meg mongol trónikák, azok hivatkoznak rá, és ezért ugye összeállítottak egy olyan törvénykönyvet, ami nem biztos, hogy mindegyik pont, tehát hogy mindegyik pontja szerepel valahol, de nem tudták, hogy pontosan ezek voltak, vagy még ugye voltak egyéb pontok. Ezekből kiemelném azért azt, hogy a bajtársiasságot azt támogatták, tehát hogy aki mondjuk volt egy ilyen, hogy amelyik szolga kihozza az ura holttestét a csatamezőről, az megkapja a birtokát. Tehát aki viszont ugye elkezd fosztogatni, vagy még a csatában nem küzd, hanem a saját hasznát keresi, azokat szigorúan megbüntették, sőt meg is ölthették. Hát ez volt a lényeg, hogy mindenki tudta, hogy be kell fejezni a csatát, és akkor majd elhozták a zsákmányt. Tehát addig nem volt szabad megállni, mert akkor ugye akár le is győzhették még őket. Tehát voltak azért nagyon szigorú szabályozások. Viszont ugye a mongoloknál van két olyan törvény, ami világviszonylatban is jelentős. Ez az egyik, ugye ez a vallási türelem, amikor Genghis Khan az ott lévő négy világvallás képviselőinek szabad vallásgyakorlatot biztosított. Sőt, ugye a kolostoroknak mindenféle mentességet adott, tehát nem volt szabad oda beszállásoltatni magukat a követeknek, akkor például az értelmiségiek adómentességet kaptak, tehát ez is egy, tehát a tanult embereket így próbálták megbecsülni. A másik pedig a természetvédelme volt, az, hogy létrehozta a világ első természetvédelmi területét, habár ezt ugye sokan nem hiszik el, hogy ezt már Genghis Khan létrehozta volna, de ha valaki nem hiszi, akkor van egy rendelet 1778-ból, ez is a legelső a világon, amikor ugye a akkori urgai vagy mai Ulánbátornak a helytartója, ő is megerősíti ezt a védelmet. Mongóliában Ulánbátor déli részén van egy úgynevezett Bogt-hegy, és azt mondták, hogy ott még egy fűszálat se volt szabad letépni. És azt is megtiltotta még Genghis Khan, hogy bepisztítsák a folyót, a patakokat, tehát nem volt szabad ott a környéken mosni, mert ugye az azt jelentette, hogy ha bepiszkolják a folyót, akkor az állatok elpusztulnak, ha nincs állat, akkor meg ők is. Egyrészt, ugye másrészt ugye a fákat védték, tehát nem volt szabad kivágni a fát. Egyébként ma is valami nagyon szigorú szabályozás van, hogy építkezéskor külön kell rendelni faanyagot, tehát nem lehet elégetni, csak a kiszáradt, már letört fadarabokat, és ugye ezt nem csak törvényekkel szabályozták, hanem olyan hiedelmek is voltak, hogy elrettenjék az embereket, azt mondták, hogy aki letör egy ágba, annak nem tudom én hány évvel lerövidül az élete. Tehát ez a babonaság is ugye azért hozzájárult ahhoz, hogy az emberek féljenek attól, hogy betisztítsák a környezetüket. És ők is úgy mondták, hogy a világ, tehát ahol élünk, ez a földanya
ettügennek a védelme alatt áll, és hogy ő az, akit, hogyha valaki szennyezi a környezetet, akkor őt fogja megsérteni. Úgyhogy nagyon tisztelték a földanyát, és mindig úgy is mondták, hogy a föld és az ég, és ennek az egysége valójában az adta az uralkodók erejét. Csingisz Kán is azt mondta, hogy amikor az ég és a föld az erőmet megnövelte, tehát egységben gondolkoztak a mongolok, illetve tényleg ezek az előjelekben nagyon bíztak. Volt is egy ilyen történet, hogy Csingisz Kán bemenekült a Szent Hegyre, vagy a Szent Erdőbe, meg a Szent Hegyre is. Burkan Kalminnak hívják, ez Ulán Bátortól északkeletre olyan 200 kilométerre van. Egyébként mai napig megközelíthetetlen, nagyon nehéz oda eljutni. Egyébként most is van egyik szent hely, hát ez már ki tudja, milyen régóta tiszteli. És akkor ki akart menni, hogy hát akkor most megnézi, hogy elmentek-e az üldözők, és akkor először leesett előtte egy fa, és akkor mondta, hogy hát akkor ez az ég intése, hogy ne menjek ki. Akkor, amikor legközelebb ki akart menni, akkor leoldódott a nyerekszín, és akkor mondta, hogy na hát akkor megint az ég intése. De aztán harmadjára már azt mondta, hogy hát hogyha itt maradok egész életemben, akkor se hírnevem, semmi nem lesz, és akkor kiment, hát el is fogták, de aztán kalandos úton menekült. És utána viszont visszament a hegyre, és akkor ott azt határozta el, hogy minden reggel ott meg kell hajolni a napnak, tehát volt egy ilyen ősi napüdvözlet szokása, és ezt egyébként a mai napig is gyakorolják a mongolok, tehát amikor ugye felkelnek a jurtába, kiskadatkor, akkor ha megfőzik az első ilyen teljes teát, amit itt isznak, akkor ennek a javát, ezt mindig a napnak áldozzák. Tehát ez is egy régi szokás, és ez annyira megmaradt a pásztorokba, hogy ez még a szocializmus idején is gyakorolták. Hát ugye ott is próbáltak nagyon sok mindent ugye eltörölni, vagy azt mondani, ez a régi feudális szokás, hát ez egy kicsit furcsa kifejezés, pont Mongóliában, ahol soha nem volt feudalizmus, mert ott minden a káné volt, minden az állami volt, de hát így próbáltak ugye sok mindenről, sok minden régi szokást leszoktatni a mongolokról, csak az volt a szerencséjük, hogy ugye informál csak Ulánbátor tudták ellenőrizni a főváros, meg legfeljebb egy-két település, tehát a pásztorokat nem tudták. Csináltak egyébként állítólag egy olyan felmérést, mint azt hiszem a 70-es években, hogy lehetne letelepíteni a nomádokat, de rájöttek, hogy képtelenség. Tehát, hogy ott annyira idegek a körülmények, hogy muszáj vándoroltatni az állatokat, nem tudnak annyi takarmányt megtermelni, hát így megmenekültek a pásztorok, és ma pedig már védik a területet, tehát a legelőbb azok állami tulajdonban vannak, azokat ugye nem lehet privatizálni. Tehát ezért ez a szerencséjük, és hát a legelőbbet azok mindig is szigorú védelem alatt állnak, ez még megmaradt, mint a mai napig. Viszont ugye a városi életmódot azt viszont hát kellett alakítani, tehát ott már azért van magánföldbirtoklás, vagy magánterület, ez a mongol állampolgároknak, de vidéken ezt meg így oldották meg, hogy tudjanak szabadon vándorolni. Egyébként érdekes a vándorlásban is, ugye a téli szállás az viszonylag épp, de gondoljuk el, hogy azt ott hagyják, tehát ki van építve a karám az állatoknak, és akkor azt ott hagyják, senki nem nyúl hozzá, és akkor oda térnek vissza minden télen. És hát valaki egyébként négyszer vándorolnak minden évszakban, akkor van, akik már csak évente kétszer, de például a Gobiba, ahol a
azért nagyon mostohák a körülmények. Egyébként ez egy külsivatag, vagy egy félsivatag, tehát nem mondjuk a taklamakánt képzeljük el. Ott például van az, hogy többször is muszáj nekik vándorolni, és valószínűleg, hogy amikor azt írják a kínaiak, hogy ezek füvet és vizet keresve vándorolnak, akkor valószínűleg ezekre a népekre gondoltak, hiszen a kínaiakhoz közel a Gobi sivatag volt, és onnan láthatták azt, hogy hogy élnek ezek a pásztorok. Egyébként tényleg nagyon praktikus, minden arról szól, hogy hogy éljenek túl dolgokat. Például az is érdekes életmódbeli elem, hogy ugye ők lóval mentek, és a nagy hadjáratokra így vittek magukkal szárított húst. Hát ez az egyik túlélési technika, hogy megszárították a húst, porrát törték, vagy pedig vittek magukkal ugye rendesen, tehát nem borítva, és akkor jöttek a nyugati leírások, hogy hát ezek levágják az állat combját, és akkor úgy eszik a húst, pedig hát ugye a pásztor ott volt egy a nyeregtáskából vett ilyen szárított húst, azt eszegette. Tehát akkor ugye volt, megszárították a tubót is, vagy ilyen sajtszerűek, és akkor azt is vitték magukkal, na ez volt náluk a raguleves, mert néha beletették a levesbe, és akkor a különleges ízt adott neki. Tehát ezeken megértek, illetve ugye pancotejet ittak, abban pedig rengeteg vitamin forrás volt, tehát megfejték a pancákat. És hát rengeteg ilyen taktikájuk volt például a hadjáratok során, hogy hogyan tudják magukat még félelmetesebben lefesteni, hogy minél inkább féljenek tőle. Ez, hogy kutyafejű tatárok, ez sem véletlen, mert volt, hogy maszkokat vettek fel, és akkor azzal ijeszkedték az embereket, vagy ugye volt olyan a mongolok titkos történetében is, hogy rengeteg tüzet gyújtottak, tábortüzet, hogy azt higgyék, hogy nagyon sokan vannak, tehát nagyon-nagyon sok ilyen cselt alkalmaztak, meg hát ugye a felderítésbe is mindent elterjesztettek magukról, hogy milyen vérszomjasak, milyen félelmetesek, és akkor megijedtek tőlük. Tehát eleve úgy kezdték, hogy álhíreket terjesztettek magukról, és akkor utána már, aki fél, ugye, azt könnyebben le tudták győzni. És akkor volt még ami megfigyelhet itt a magyar tatárjárás kapcsán, hogy általában azért küldtek egy követet, hogy hódoljanak meg. És aki nem hódolt meg, azt megtámadták, és akkor azokat leigázták. Hát voltak például nagyon ügyes taktikus népek, ilyenek voltak az ujgurok. Azért ugye sokan az ujgurokban látnak valamiféle rokonságot, mert ők majdnem megmaradtak főleg európiknak, hát náluk is van keveredés természetesen, de mivel, amikor megjelentek a Genghis Khan küldöttei, akkor ők mindjárt küldtek egy király kisasszonyt Genghis Khannak, és ennek úgy megörültek, hogy ugye megszereztek egy hatalmas nagy területet, hogy oda még tartom, tehát oda még helytartót sem küldtek mongol, hanem teljesen kormányzatot adtak az ujguroknak. A közép-ázsiai városállamok, meg Hárezm, ők ellenálltak, őket leigázták, hát ott mindenki mongol lett. Tehát a kazakok, ugye kirgizek azért néznek ki inkább mongoliknak, mert ott viszont letaroltak mindenkit. És amikor ugye értek magyarokhoz is, ugye Julianus barátoz fel Batukán levelét, és akkor ugye azt írja, hogy csodálkozom, hogy már 30 levelet írtam, és nem kaptak választ. És ezen a mongolok annyira meglepődtek, nem ismerték ezt a forrást, és akkor hát mindenki Genghis Khannak képzeli magát egyébként Mongóliába, a férfiak közül, és akkor az egyikük mondta, hogy mi az, hogy 30? Azt mondja, hát legfeljebb egyet küldtünk, aztán mentünk. Tehát, hogy ennyire komolyan vették, és hát ugye olyan kiváló volt a hadi technikája,
osztályuk olyan jó szervezett hadseregük volt, hogy egyszerűen nem tudtak nekik ellenállni. Tehát olyan taktikát tudtak alkalmazni, hogy végül is majdnem mindenkit le tudtak győzni. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos volt, hogy azért diplomácia is létezett náluk, igaz, hogy inkább sokszor erőből beszéltek, de azért aki oda ment követ, például voltak a pápa követe, volt 9. Lajos követe, volt lengyel misszionáriusok, orosz fejedelmek, tehát aki az alapvető szabályokat betartotta, azokat persze azért tiszteletbe vették, tehát volt olyan például, hogy nem szabad belerúgni a küszöbbe. Tehát aki ezt ugye betartotta, az már túlélte az első napot. Hát ezeket akkor nagyon szigorúan vették, most már hát a turisták meg az idegenekre ez nem vonatkozik, de hát azért nem illik belerúgni mondjuk a küszöbbe, vagy ha valaki ugye ellentmondott az uralkodónak, egyébként ez sem szabad, sőt egyébként ugye azt mondták a mongol történészek is, hogy mikor volt a Muhi csata, akkor ugye Batukánt lesz itt a szülővej, a hadvezér. És azt mondták, hogy ilyen soha az életben nem történhetett volna meg, hogy egy csingiszidát, úgyis hívták egyébként magukat, hogy az arany nemzetség tagját, egy hadvezér leszítja. De mivel Szügötej mindenek felett állt, mert egy csingiszkán hadvezére volt, meg minden csatát ő nyert meg nekik, ezért elnézték. Viszont ugye még itt visszatérve a Batukánra, mert mégis azért sok közünk van hozzá, ugye ő például ugye ő volt a Csingiszkán legidősebb fiának a fia, tehát Csocsinak, és ő ugye soha nem lehetett volna nagykán. Tehát őt azért is küldték legnyugatabbra, és Batukán soha nem is ment vissza már karakorunkba, ott ezért meg tudta, hogy ő nem játszott szerepet a trónöröklésben, viszont királycsináló lett, azért támogatta azt, hogy ő azért meghatározta, hogy mégis ki szeretne uralkodónak. És még minden román birodalomban ugye nem külső ellenség győzi le általában őket, hanem belső feszültségek, és ez pedig a trónöröklési rendből fakadt. Tehát ugye náluk nem volt egy olyan előírás, hogy csak a legidősebb fiút örököltek, vagy ő lép azonnal az apja örökébe, hanem úgy gondolták, hogy a legalkalmasabb lépjen az apja örökébe. Hát mondtam, volt valakinek 5 vagy 6 fia, hát milyenek az emberek, hát mindenki azt hiszi, hogy ő a legalkalmasabb. És akkor ugye nagyon sokszor trónharcok kezdődtek, és igazából ez vezetett ahhoz, hogy meggyengültek a román birodalmak. A mongoloknál is ugye hatalmas nagy hódításokat vittek végbe, tehát végül is azt mondjuk, hogy a mongol birodalom 1206-ban alakult meg, ugye Csingiszkán akkor hozza létre a birodalmi országgyűlést, amikor kialakítják a közigazgatási rendszert, ugye megszavazzák a törvényeket, elindítják a hadjáratokat, és 1368 az, amikor a Kínában lévő Yuan dinasztia, ahol ugye Csingiszkán unokái, olyan dédunokái, meg az utódok uralkodnak, ugye elveszítik Pekinget, meg ugye az volt a régi. Tehát, hogy 1260-ig Karakorum, ugye a mai Mongólia közepén lévő város, az volt a főváros, de aztán ott is egy trónvita volt a két testvér között, Kubilaj és Alipduke között, és Kubilaj Kínában állomásozott, ott voltak a területei, és akkor áttette a fővárost a mai Peking területére. És onnan elűzték őket 1368-ban a kínaiak, és ezek után a mongol birodalom is, hát ugye még mindig nagy volt,
de sajnos már annyira sok belső küzdelem volt, hogy meglengültek. Tehát több részre szakadtak, több ágra, és a végén ugye jött egy következő irodalom, a mancsuk, akik a mai Mandzsúria területéről származnak, és ők bekebelezték őket, és a 1911-ben tudtak aztán önállósodni. Tehát ez volt a fő probléma a szentei népeknél, általában, hogy nagyon-nagyon sok belháború volt, és nem tudtak megegyezni. Úgyhogy még tudom, mennyi időn hallassam már. Igen, mennem kell, igen. Na, tehát akkor végezettől nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Akit érdekel, annak ajánlom tényleg ezt a homolofitus történetét. Fent van a netten, és érdemes elolvasni, mert nagyon sok érdekességet találunk. Köszönöm szépen a figyelmet.